Folytatjuk tovább a délelőttet, és mint megtudtam, nem csak egy trilógiáról, hanem már négy részes ez a könyv, amiről beszélgetni fogunk, a Beszélgetések Istennel, mert hogy ez a kedvenc könyved. Nagy Sándor a vendégünk egyébként. Üdvözlöm itt a délelőttben, szervusz. Hogyan választ, vagy miért ez a kedvenc könyved? Kezdjük talán ezzel. Hogyan alakult az ez? Az jó könyv. Szokták mondani azt, hogy a könyv választja az embert. Tehát hogy igazából szerintem vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember bevonz, ha használtam ezt a szót, különböző írásokat, amire a lelkének szüksége van, és szerintem nekem is ez volt a találkozásom ezzel a könyvvel, és aztán mind a négy résszel tulajdonképpen. Itt nem tudom, hogyan alakulnak a részek, mert én egyet leemeltem otthon a könyvespolcról, és ez a Szokatlan párbeszéd alcímet viseli. Ezt akkor ez... Láttam, érdekes módon. Mert ott volt Katánál. Igen, mert nálam. De te is a negyedik részt hoztad, akkor ez hogy épül fel? Vagy ez egy ugye folytatásos, hát, vagy darabonként is? Különböző témákat. Ebben például, ugye, ahogy ő nevezi, a magasan fejlett lényekről beszél, mert mint olyan értelemben lelkekről beszél, akik besegítenek akár az embereknek a fejlődésben, és részt vesznek az emberek életében szellemi, lelki szinten. Tehát hogy ez a negyedik rész például inkább erről szól. És most nem az UFO-król, meg a földön kívülekről beszélek, hanem ezekről bizonyos segítő lelkekről. És helyezünk egy picit képbe a nézőket, aki esetleg nem olvasta, vagy nem ismeri a könyvet. Ugye alapvetően, ha össze akarjuk foglalni, van közel 7 milliárd ember a Földön, akik ugyanazért élnek, ugyanazért dolgoznak, ugyanolyan vágyaik, vagy nem tudom, legalábbis hasonló vágyaik vannak, és ezért tenni próbálnak. És valahogyan ez a közel 7 milliárd ember hiába akarja ugyanazt, mégse sikerül nekik elérni, vagy legalábbis többségük nem sikerül. Mit értünk ugyanazt alatt? Hát, hogy mindenkinek van egy olyan fajta vágy, hogy mindenki arra vágyik, hogy boldog legyen. A boldogsághoz vezető út az különböző lehet, de alapvetően vannak olyan fajta, akár tárgyasult, manifesztálódó, akár emberi kapcsolatok, amik azért nagyon hasonlóan alakulhatnak, hiszen emberek vagyunk, tehát ilyen módon hasonlítunk egymásra. És annyi embernek nem sikerül, aki azt mondja, hogy igen, újra kezdeni az életét, hogy másképp ér, vagy hogy valami többet el tudjon érni, hogy van az, hogy mindenki ugyanarra törekszik, és mégse sikerül elérni ezt a fajta boldogságot. Hát azért ezt én nem mondanám, hogy senkinek nem sikerül elérni ezt az állapotot. Hát, nagyon sokaknak nem. Hát amiről ezek a könyvek is beszélnek, az a hozott anyag. Tehát az, hogy a neveltetés, a konvenciók, a társadalom, az, hogy van-e vallás a családban, vagy nincs, ha van, akkor az milyen, az vallásoskodás, vagy az egy mély hit. A tudatról beszél nagyon sokat, a kollektív tudatról, hogy én azért szeretem ezt a könyvet nagyon, mert Jézusról is beszél benne nagyon sokat. És ugye ezt spirituálisnak nevezzük, ezt a műfajt, vagy ezt a stílust. De tulajdonképpen én szerintem semmilyen különbség nincs, a megfogalmazásban van egyfajta könnyedebb megfogalmazás ezekben a könyvekben, és nem egy vallásos, rossz szó ez, hogy dogmatikus, de alapvetően... Igen, hogy nem dogmatikusan akarja. Tehát nem dogmatikusan, hanem egy nagyon egyszerű emberi közléssel akarja ezeket a gondolatokat megosztani. Tehát tulajdonképpen most pont, amikor jöttem ide fel, az jutott eszembe, hogy rengeteg témát ki lehetne venni a könyvből külön-külön, de például szerintem az egyik legfontosabb az, hogy a tudatosság. Hogy az embereknek a 90 nagyon sok százaléka nem tudatos. Most olyan értelemben is ez a jézusi mondat jutott eszembe, amikor azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Hogy alapvetően az emberek egy csomószor az életükben nem tudják, hogy éppen mit, miért csinálnak. Hanem különböző hitrendszereket hordozunk otthonról, amit nagyanyámtól tanultam, apámtól is nem tudom. És ha belegondoltok, akkor nem biztos, hogy az a tied. Uh-huh. Sokszor, hogyha olyan helyzetbe kerül az ember az életében, hogy azt mondja, hogy megint ezt, meg ezt csináltam, és egyszerűen nem értem, hogy miért csináltam már megint ezt. Az nagy valószínűsége azért van, mert az nem a sajátja. Érzi, hogy valami nem stimmel, de nem tudja, hogy mi az. Nem, vagy például az, hogy valaki szomorú, vagy valaki sír, vagy valaki rosszkedvű, hogy az mondjuk nem biztos, hogy baj. Tudod-e, hogy miért vagy az? Vagy tudod-e, hogy miért lettél szomorú? És hogy tudod-e, hogy igen, te mondjuk az alkoholhoz nyúlsz a problémáid megoldására, tudod-e, hogy miért csinálod ezt?
Nos, hogy ezt otthon láttad, nagyon, hogy ezt... Ezen gondolkodik el nagyon-nagyon kevés ember nyilvánvalóan, hiszen ugye mechanikusan nap mint nap élünk és csináljuk. Arutin, és, igen. Abszolút. De hogy ez a, és erre mondják azt ugye ma ilyen divatos szóval, hogy itt és most, hogy élj a mának, ugye ezt a Carpe Diemet is kifordítjuk a ló túloldalára természetesen, hogy akkor hedonista módon, akkor itt kaja, pianők és nem tudom mi, holott az egész nem erről szól, hanem azt a pillanatot, amiben éppen az ember van, azt megélje vagy nem. Uh-huh. És általában nem éljük meg. Na most ebben hogy segít a könyv, vagy itt akkor segít a mi értek kibogozásában? Szerintem az egyik legfontosabb segítség ebben a könyvben, amivel én megmondom, hogy szintén mélyen egyetértek, hogy alapvetően a vallásnak, mint olyannak van egy olyan alaptézise, hogy az ember bűnös. Úgy születsz meg, hogy te bűnös vagy. Und Schluss. És ez a könyv, ez most egy picit pont az ellenkezőjét mondja, hogy nincsen veled semmi baj. Rengeteg olyan hozott anyagot hordozol, apák bűne, vagy nem tudom, ami miatt igenis hatással vannak rád ezek a dolgok, de alapból te nem vagy rossz. És igazából, most nagyon vulgáris leszek, nincs is olyan, hogy jó meg rossz. Hogy szokták mondani, ugye nincs jó meg rossz döntés, hanem döntés van, vagy a Feldmára, hogy mondja, vagy nem döntés van. És ha már rosszat kell választani, akkor inkább a nem döntés egy adott helyzetben, életszakaszban, akár párkapcsolatban, munkában, stb. Az emberek félnek. Döntés hozni, abszolút. A felelősség. A félelem az, ami irányítja az embereknek a 99%-ának az életét. És talán 1% van, ugye van ez a Jézusi mondat megint, hogy ébredjetek. Alvó zombi állapotban van az embereknek a nagyon nagy része. És agymosás van, jön a tévéből, jön mindenhonnan. A netről ugye most már aztán felszabadult egy olyan piac ennek a dolognak, hogy az ember teljesen befolyásolható jobbról, balról, alulról, felülről, tehát is rengeteg. De a könyv is valahogy így született, mert hogy az író egy ilyen kudarcos szakaszában volt az életének, vagy így úgy érezte, hogy nincs tovább, és hogy ennyi volt, és hogy miért élek, és akkor írt egy levelet a Jóistennek. Igazából nem is levelet írt, hanem egyszer csak hallott egy hangot. Most az, hogy a fejében vagy ez a szívében minden. Hallott, ez teljesen mindegy. És ugye ő is többször fölteszi a könyvben azt a kérdést, de hogy mi van akkor, hogyha én megőrültem? És mi van ezek a köz, ez egész nem létezik. És mondta, hogy igen, akkor mondjuk mi van? De jól érzed magad ebben a beszélgetésben? Igen. Akkor meg nem mindegy. Akkor folytassuk, és aztán meglátjuk, hogy nyisul ki belőle. De egy iszonyatosan szeretettel teli, és nem büntető. Én nagyon szeretem, én megmondom őszintén, az Ószövetséggel nekem, ha lehet ilyet mondani, nagyképpen az egy problémám van, hogy egy büntető Istenről szól. És utána ugye jön az Új Szövetség, a Jézusi, ami azt mondja, hogy akkor mondok egy újat, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből és elméből, és fele barátodat, mint magadat. És annyira érdekes, hogy igazából főleg az utolsó rész az általában kimarad. Ha most azt mondom, hogy én szeretem magam, akkor nyilván én önző vagyok és egoista. Vagy beképzelt. De nem, ez a reális valóság. Tehát az ember saját magát óvja meg. Igen, de erről most kezdünk el beszélgetni az elmúlt 10-15 évben. Igen, úgy van. Az, hogy én ha nem szeretem magam, akkor másoktól hogy várjam el, hogy szeressenek. És hát, hogy másokat hogy szeressek úgy, hogyha magammal nem vagyok kibékülve. És kibékülve. Igen. Így van. És ha belegondoltok, akkor így is van. Nem tudsz viszonyi kapcsolatokat, egészséges kapcsolatokat kialakítani, ha saját magaddal nem vagy jóba. Pont ezért kellene egyébként ezek a könyvek, mert alapvetően, hogyha az ember pusztán egy olyan fajta olvasmány, és ez legyen a Biblia, vagy bármi, amit azt mondják, hogy ezt muszáj elolvasni, akkor ott elolvasod, de nincs az a fajta lelki szabadság, vagy gondolkodási szabadság, hogy az ember mélyebben belemélyedjen, és úgy menjen bele, hogy azt tudja, hogy saját magának milyen a viszonya a világgal, és elkezdjen ezen gondolkodni, akkor nem mer felszabadulni, nem mer úgy gondolkodni. Hogyan kell ezt egyébként olvasni, ezt a könyvet, vagy milyen olvasmány ez, vagy kiknek ajánlod, vagy ezt most elcsendesedve otthon esténként, darabonként, vagy egy szuszra a strandon nyáron, hogy kell olvasni? Bárhogyan szerintem, aki, ugye ez nem csak kenyérrel él az ember történet, hogy én azt gondolom, hogy ez nem egy száraz vallási írás, hanem ez egy nagyon közvetlen, nagyon azért formabontó ez is, mint a spirituális könyvnek nagy része, de ez meg ugye Istennel beszélget benne a szerző, tehát hogy most erre is lehet azt mondani, hogy ez Isten káromlás, vagy nem tudom. Mert az a szimbólum ennek a könyvnek, hogy igazából senki nem kell ahhoz, hogy te Istennel együtt tudj lenni, vagy azzal, aki ezt nevezzük bárhogy, kitalálta.
aki ezt az egészet szeretet alapon működtet, és ő azt mondja, hogy Isten a szeretet, és te is az vagy, csak elfelejtetted. És igazából az egység az, ami számít, tehát hogy mi mind egyek vagyunk, mindenki egy mindenkivel. És az, amikor azt tedd a másikkal, amit szeretnéd, hogy veled megtegyenek, az azért van, mert hogyha valakinek rosszat teszel, nem tudsz róla, de magaddal teszel rosszat, mert ő te vagy, és te meg ő vagy. Tehát szerintem egy csomó olyan mondat van benne, amire az ember így azt mondja, hogy jó, én ezt már hallottam valahol. Mert tök evidensre tűnik, de közben... De közben meg a mélyre nem mész, és nem... Nem is feszegetem a kérdéseket addig, amíg föl nem merül valami. Igen, meg ezt mondjuk, hogy igen, úgy kell élni, hogy azt kell csinálni a másikkal, amit nem tudom, de közben nem tudatos. Uh-huh. Tehát ezt sem tudod, hogy de az mit is jelent, hogy ja igen, adni kell a koldusnak pénzt. Uh-huh. Nem csak ezt jelent. Konvenciós szokások is nem gondolkodik. És a te neveltetés is, igen. Igen, és ugye azért is veszélyes ez, mert tehát az emberek, hogyha elkezdenek ilyen könyveket olvasni, és elkezdenek megváltozni belülről, és elkezdenek akarni jóban lenni saját magukkal, és már nem elfogadni, hogy engem elnyom a Béla, a Géza, a Pista, hanem azt mondom, hogy elnézést, nekem ez nem jó, akkor az majd te megváltoztál. És erre mondja azt jobb esetben egy ébredő ember, hogy hála Istennek. Hogy most már kezdem látni a viszonyrendszereket, és hogy hol vagyok én ebben a történetben, és hol vagy te. Tehát hiszen ugye ezért veszélyes ez, mert akkor valaki megváltozik, azt nem szeretjük. Ne? Alapvetően erről is beszél a könyv, hogy mindig minden változik. Nem szeretjük a változást, de közben meg minden változik. És ettől izgalmas az élet. És azért a változás sokszor jó. Igen, nagyon az sokszor kellene, tényleg, és azt kellene, hogy minden ember így próbálja meg a változásokat is elfogadni, hogy konkrétan észrevenni dolgokat, az észrevételből szülessenek meg döntések. Meg és a tapasztalás. Azt mondja a könyv, az élet a tapasztalásról szól. És nincs jó, meg rossz. De most mondanánk, hogy persze, hát a gyilkosság az rossz, így van. De a nagy egészet látva, tehát csomó mindent, ugye van ez a Shakespeare-i mondat, nagyobb dolgok vannak földön, és igen, Horáció, mint sem elmétek, emberi elmétek földolgozni képes. Egy csomó mindenről nem tudunk, és nem is kell, hogy tudjunk róla, nyilvánvalóan. Köszönjük, Sanyi, hogy köszönjük. Eljöttél hozzánk, és hogy elhoztad nekünk ezt a könyvet, mert mint én ezt a könyves polcról hoztam, de legalább most levettem. Köszönjük most szépen. Így van. Köszönöm én is a lehetőséget.